ez elég közhely, ugye, hogy kisebbségi helyzetben mindenkinek, aki magasra akar törni, tehát az értelmiségnek, egy órával vagy kettővel hamarabb kell fölkelnie, hogy mindkét nyelven produkálja ugyanazt, amit a többségi helyzetben levőknek elég csak egy nyelven. Hát ha úgy fogjuk föl ezt, hogy ez átok, az baj, ugyanis a modern elméletek szerint a sorsunk az nem csapás, hanem esély. És abból kell kiindulnunk, hogy nekünk ez a kötelesség, hogy mindent két nyelven át tudunk szűrni magunkon, ez egy nagy plusz. Nagy plusz, mert azonnal megadja a későbbiekre azt a lehetőséget, hogy az idegen nyelv révén azonnal átszűrjük azt, hogy az, amit gondolunk, az vajon blöff-e, vagy blabla, vagy van-e tartalma. Semmi sem leplezi le ugyanis az ürességet jobban, mint az, amikor egy másik nyelvre megpróbáljuk áttenni, átfordítani a dolgokat. Hát önöknek ez a lehetőség a kezében van, és ezzel élni kell. Egyrészt ugye a magyar tudományosság segítése érdekében, és a magyar tudományos élet, az egységes magyar tudományos élet, de a közélet is, mert azért értelmiségiként nem mindenki fog tudományos dolgokkal foglalkozni, hanem csak a közéletben fogja ellátni a feladatát. Ez a feladat, hogy része legyünk ennek a nagy, egységes, meglepően egységes magyar nyelvnek és kultúrának, ugyanakkor őrizzük meg a helyi sajátosságokat is. És ehhez én, mint valaha volt elvetélt nyelvész, azt tudom mondani, hogy ehhez a nyelv, mint eszköz, ennek a megtartása, birtoklása az alapvető feladat. Tehát az az alapeszköz, az a szerszám, amire minden gazdának, mint a lószer számára büszkének kell lenni és ápolni, és nem elég egyszerűen jól tudni kisebbségi helyzetben a nyelvet, hanem fölényesen jól kell tudni.